25 millió forintból újult meg a Megyeháza tárgyalóterme, amely ezentúl az épület tervezőjének, Alpár Ignácnak a nevét viseli. A beruházást a megyei önkormányzat saját forrásból valósította meg. A műemléki szakemberek közreműködésével végzett felújításokat követően a terem közel teljesen visszanyerte eredeti 19. század végi állapotát. Különböző korszerűsítéseket is végeztek, így többek között új hangosítást és digitális kivetítőt is kapott a terem. Az Alpár Ignác termet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a kormányhivatal közösen használja majd. A tárgyalásokon túl elsősorban reprezentatív rendezvényeknek és sajtóeseményeknek ad otthont.